Akkor mindenki a helyén van. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a médiumok és a sajtó munkatársait. A mai sajtótájékoztatónkat megnyitom. A vendégeinket szeretném bemutatni, mégpedig elsősorban Richard Kapuscinski urat, a Gazeta Polska klubok elnökét, Tomás Sakiewicz urat, a Gazeta Polska főszerkesztőjét, Stefka István urat, a Magyar Hírlap főszerkesztőjét, és Bodó Barna urat, aki a civil együttműködési tanácskozásnak az alelnöke. Kedves uraim és hölgyeim, nem tudom hallani, vagy vegyek mikrofont is a kezembe. Egy csodálatos délelőttön vagyunk túl. Ez a csodálat ott kezdődött, amikor a nyugati pályaudvarra befutott a Lengyel Express, és mindenki láthatta, hogy közel 1000 lengyel barátunk szállt le annak érdekében a vonatról, hogy köszöntse Magyarországot tisztelegjen március 15-e előtt, és szolidaritást vállaljon a magyar néppel, és tulajdonképpen a magyar kormánnyal is. Az előzményekhez szeretném elmondani, hogy a történet arról szól, hogy tavaly Magyarországról a Civil Összefogás Fórum vezéletével barátságvonat indult 600 fővel Poznánba, ahol is egy nagyon szeretetteljes fogadtatásban részesültünk, ami nagyon komoly nyomokat hagyott a szívünkbe, és íme látható, hogy ez a barátság nem szakadt meg, hiszen lengyel barátaink előre hozva egy kicsit a március 23-ai barátság napot eljöttek, és azt mondták, hogy forradalmi hevülettel mellé állnak a magyar embereknek. A lényeg, amiről szólnunk kell ma az ünneplés mellett, hogy egy tulajdonképpen egy csodálatos dolog kezdeményezés kezdődött el. Először a civil együttműködési tanácskozás gondozásában, ami azt jelenti, hogy Magyarország és a határon túli testvéreink és magyar szervezetek, elnyőrszervezetek kapcsolódtak a Patrióta Európa mozgalomhoz, amelynek a jövőben komoly céljai vannak, nem csak a Kárpát-medencében, hanem reményeink szerint Európát is befolyásolni tudjuk, és kialakulhat egy jó minőségű civil nemzetépítés, a szellemi honvédelem minden részének a tiszteletben tartása, ápolása, és ugyanakkor egy civil kontroll lehetőség szerint az Európai Unió felé. Önök is nagyon jól látják, hogy ha kinézünk az Európai Unióba, akkor ez a szerkezet bizony recseg ropog. Társadalmilag is, ropog egyébként gazdaságilag is, ezt érezzük a bőrünkön. És akkor Tarlós István azt mondta ma a Múzeum kertben, hogy böjti időszakban vagyunk. Hát bizony, a magyarok böjti időszakban vannak most már hosszú évek alatt, és a kicsit ki szeretném élezni a dolgot, nem ezt vártuk, 1989 óta böjti időszakban vagyunk. Ezen sürgősen változtatni kell. Ezt pedig egy módon lehet elérni, hogyha valóban a népfelség elvét komolyan vesszük, nem csak gondolkodunk rajta, hanem ha tetszik, szelíd kényszerrel a kormányokat is ebben a irányba próbáljuk tolni. És ez nem csak Magyarországra igaz, hanem tulajdonképpen igaz teljes Európára. Ha önök körülnéznek, akkor a tulajdonképpeni pénzhatalom tétre kényszerítette az összes európai uniós országot. A válság nem véletlen. Ha megnézzük a déli országokat, ugye sorolhatnám Portugália, Spanyolország, Olaszország, Görögország, azt látjuk, hogy sokkal komolyabb válság van mi nálunk, hiszen a magyarok egy olyan böjtöt vállaltak föl, ami
Íme a lengyelek is azt mondják, hogy egy nagyon szép dolog, és ezt követni kell, ami azt jelenti, hogy a saját hajunknál fogva próbáljuk kihúzni magunkat a gazdasági válságból. A gazdasági válsághoz csatlakozik egy társadalmi válság is. Ez a társadalmi válság azt jelenti, hogy az értékeinket összezavarták. Nem tudunk vele törődni. A politikai nézeteink nem csatlakozhatnak semmiféle ideológiához ma már, mert ezek az ideológiák úgy összekeveredtek, hogy nem is érdemes velük foglalkozni. Tehát mivel érdemes foglalkozni? Egy olyan civil összefogással, amit ma itt megpróbálunk megvalósítani, amely se nem bal, se nem jobb, akkor igen, majd amikor el kell menni szavazni 4 évenként, megteheti mindenki a saját lelkiismerete szerint, de az a véleményünk, hogy bármely országban egy demokratikus választás után a kialakult eredmény tiszteletbe tartva a polgároknak az a felelősségük, hogy a nemzetépítő és a közjótépítő kormányok mögé álljanak, és önkéntes munkával is, nem csak munkával, megpróbálják előre vinni nemzetünknek a jobbítását. Na most hogy néz ki ez Európát nézve? Itt azt gondolom, hogy lengyel testvéreinkkel együtt beléptünk egy olyan Európai Unióba, ahol azt gondoljuk, hogy egyenrangú nemzetek uniójába léptünk be, és hogy ez megtörténjen, ne legyünk másodosztályú polgárok, ne történhessen az meg, hogy mint a Tesco-ban, hogy harmadosztályú címkéket ragasztanak ránk, és esetleg... Közben fordítanak is a tornáziakkal vendégekre. Mert én elfeledkeztem, de majd visszafele megpróbáljuk. Összefoglaljuk, jó? Tehát... ezt küldni. Tehát a dolog lényege az, hogy azt várjuk, hogy a patrióta mozgalmunk, és ez az összefogás kiterjed teljes Európára, tulajdonképpen ajtót nyit minden kormány felé, figyelembe fogják ténylegesen venni a civilek véleményét, amelyek társadalmi szinten azt hiszem úgy lehetne összefoglalni egyértelműen, hogy vissza kéne térni az eredeti értékekhez, Európa összes kincséhez, ha kell, akkor a keresztény kincsekhez, el kell indulni a 10 parancsolatból, és el kell jutni egy közösen elkészített olyan polgári, európai, etikai kódexig, amelyik elfogadható mindenki számára, tiszta és világos. Ez nem megy a foteldemokráciából, nem megy a tévé előtti integetésből, ez csak úgy mehet, ha ténylegesen munkát vállalunk a kis közösségben, munkát vállalunk a nagy közösségben és a még nagyobb közösségben, hiszen azt mondjuk, hogy Európa, a mi hazánk mindenfajta más híreszteléssel szemben nem kívánunk innen kilépni, azért léptünk be, hogy erősítsük. Gyakorlatilag, ha ez az erősítés sikerül, akkor talán még Európa meg is maradhat, mert láthatjuk, hogy a kontinensek társadalmi és gazdasági harca szorítja a teljes Európát abba az irányba, hogy megerősödjön és fent tudja tartani magát. A patrióta mozgalomban várjuk lengyel barátainknak a közreműködését. Már is egy olyan csodálatos dolog történik, hogy 300 klub a Gazeta Polska részéről pozitívan vette ezt a kezdeményezést, és fölvállalják azt, és itt erről szól a mi szerződésünk, amit alá fogunk írni majd a megszólalások után, hogy terjesztik nem csak Lengyelországban ezt a nemes, mondjuk azt nyugodtan eszmét, ami a polgárról szól, hanem a környező országokban is megpróbálják propagálni, közös erővel, ugyanígy a civil együttműködési tanácsnak a régiós szervezetei viszik tovább Európában, és el kell jutnunk odáig mindenféleképpen, hogy ez a népesség dolog ne csak az alkotmányban valósuljon meg. Nagyon jól szól a mi alkotmányunk arról is ír, ugye, amikor azt mondja, hogy az egyéni szabadság az kifejezetten
csakis a közösségekben valósulhat meg. Hát most itt látunk egy kis közösséget, amelyik tovább viszi ezt a gondolatiságot. És amit még a lengyel barátaitól el kell mondanom, történetet már mondtam nekik, hogy 9 éves koromban, október végén, amikor a forradalom kellős közepén voltunk, kiéhezett Budapest, akkor lengyel autók jelentek meg, én itt laktam a Vas utcában, nem itt, bocsánat, a rádió mellett a Vas utcában, és bizony nagyon jól esett 9 éves gyerekként, amikor a teherautóról lengyel sülített tej konzervet nyomtak a kezembe. Itt voltak Budapesten, és a Szikra is Lengyelországban, Poznánban jelent meg először. És még egy nagyon közös vonás van köztünk. Mégpedig az, hogyha mi azt mondjuk, hogy család, azt mondjuk, hogy nemzet, azt mondjuk, hogy hit, nagyon érdekes, a lengyelek ugyanazt értik alatta. Köszönöm figyelmüket, és átadnám akkor. Következik akkor Szakjevics. Nem? Jó, várjál. Jó, köszönöm szépen. Jó napot kívánom, vítam serdecznie wszystkich na naszej konferencji prasowej. Ja powiem kilka zdań o tym, kim jesteśmy, potem pan prezes klubu przedstawi więcej. Szeretnék üdvözlök mindenkit ezen a sajtókonferencián. Szeretnék néhány mondatot mondani arról, hogy ki vagyunk mi, aztán a mi klubjainknak az elnöke fogja bemutatni a tevékenységét. Jestem redaktorem naczelnym tygodnika Gazeta Polska, który wychodzi już od prawie 20 lat, ponad 19 lat w Polsce. Jest to pewnie największy konserwatywny tygodnik, a na pewno o najdłuższej tego typu tradycji. Ja chcę teraz jak mondani magamról. Én a Gazeta Polska, egy lengyel heti lapnak vagyok főszerkesztője, amely már majdnem 20 éve, 19 éve jelenik meg Lengyelországban. Ez a legnagyobb konzervatív heti lap Lengyelországban, és nagyon befolyásos lapnak számít. Tytuł Gazeta Polska jest obecny w Polsce od początku wieku XIX, z niewielkimi przerwami wychodzi już prawie 200 lat. Ilyen név alatt egyébként, tehát a Gazeta Polska, lengyel újság név alatt már közel 200 éve jelen van a sajtótermék Lengyelországban, tehát mondhatjuk azt is, hogy kisebb-nagyobb megszakításokkal az újságunk már 200 éves. Ale dzisiaj tygodnik to już nie tylko jedno pismo. Zmieniliśmy się w dużą grupę medialną, w której jest dziennik, który również kieruje dziennik Gazeta Polska codziennie, portal niezależna.pl, telewizja internetowa, miesięcznik publicystyczno-literacki Nowe Państwa i wiele innych mniej drobniejszych mediów z nami związanych. Sőt, valójában ez nem is csak egy lap, hanem egy egész komplexum a média orgánumoknak egész komplexuma, hiszen tartozik ide egy napilap is, egy havilap is, és például internetes televízió is, meg számos más sajtóorgánum. Nasz zasięg jest oczywiście największy w internecie. W sumie zakładamy, że czyta nas trochę ponad 1 000 000 osób we wszystkich mediach. I to jest zasięg zarówno internetu, jak i mediów papierowych. Természetesen a legnagyobb elérést az internetes médiumaink biztosítják számunkra. Azt mondhatjuk, hogy körülbelül 1 000 000 ember
Tygodnik Gazeta Polska jest takim sztandarowym dla całej grupy tygodnikiem i jego profil programowy, profil polityczny, społeczny nadaje to wszystkim pozostałym mediom. Azt mondta, Gazeta Polska Media az egyfajta a standardot állít fel a media közéletben. Ez vagy meg végül is a hangot ahhoz, hogy az összes többi, ami oldalunkon élő sajtóorgán, az milyen véleményt fejt egy adott kérdésre. Gazeta Polska wytworzyła wokół siebie specjalny ruch, w którym brali udział najpierw tylko czytelnicy Gazety Polskiej, a potem czytelnicy również innych mediów, to jest ruch klubów Gazety Polskiej. Kluby te odwołują się do konserwatywnej i patriotycznej wizji świata. Są nastawione na taką jedność Europy, która preferuje patriotyzm i fundamentalne wartości chrześcijańskie. A Gazeta Polska az nem is csak egy újság, hanem belőle indult egy társadalmi mozgalom is. Itt hallhattuk már, hogy 300 klub jött el Magyarországra. Igen, a Gazeta Polska körül ez a 300 klub szerveződött, olyan emberekből először a Gazeta Polskának az olvasói volt, de minden olyan ember csak